Üdvözlöm Önöket, folytatódik a Napi Aktuális, mutatjuk a fontosabb témáinkat. Újabb 6 magyar állampolgár szabadult ki a gázai övezetből, folytatódnak a harcok, mi lesz Gáza sorsa? Horváth József biztonságpolitikai tanácsadót várjuk. És Joe Biden tárgyalt egy nagyot a kínai elnökkel, aztán jól hátba diktátorozta. A kínai-amerikai csúcstalálkozóról fogunk beszélgetni Magyarics Tamással. Aki itt is van már a stúdióban, egyetemi tanár, az ELTE Angol-Amerikai Intézetének munkatársa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy éve szüneteltek a magas szintű megbeszélések Kína és Amerika között, és hát azért ezt az egy évet beárnyékolták olyan dolgok, mint például az átrepülő kémműhold, amelyik nem kém, meteorológiai, nem is műhold, bocsánat, léggömb, amelyik lezuhant Amerikában, azok a hadihajók, amik keresztezik egymás útját néha, ha összeütköznek, tehát egy kimondottan konfliktusokkal terhelt év volt. Most egy virágos kertben sétálgatott egymás mellett, legalábbis a vágóképeken Joe Biden és Xi Jinping. Ez azt jelenti, hogy most az alapvető félreértéseket sikerült teljes mértékben eloszlatni? Nyilvánvalóan nem, ugyanis itt olyan stratégiai különbségek vannak a két ország között, amelyeket nem lehet egyáltalán egy csúcs találkozóval elintézni. Másodszor pedig legalábbis ami híreket kapunk, arról szólnak, hogy gyakorlatilag az ilyen komoly megjegyezések nem születtek. Tehát az a fentanil ügybe volt megállapodás, hogy a kínaiak nem... Nem tűnik két ország sorsát. Nem tűnik nagyon fontosnak. Akkor még a csúcstalálkozó előtt egy általános megállapodás volt a klíma, a védelme, ez se egy olyan nagyon fontos. De a legfontosabb talán az úgynevezett forró drótnak a létesítése, tehát felújítják az amerikai-kínai katonai párbeszédet, és egy közvetlen vonalat hoznak létre. Elkerülendő nem elsőbb a légömböket, hanem például olyan incidens volt nemrég, igen, amikor egy kínai harci repülő 3 méter közé tett egy B-52-est. Tehát az egy sokkal komolyabb eset volt, de hát gyakorlatilag hasonló esetek, vagy ehhez hasonló esetek előfordulnak a dél-kínai tengeren, és a tajvani szorosba szinte minden nap. Ja, azt mondta Joe Biden, hogy hát hogy mondjam, beszélt Xi Jinpingnek ezekről a bizonyos agresszív fellépésről Tajvan térségében, de azt nem árulta el, hogy mit válaszolt erre a kínai elnök. Miért nem baj? Feltetően itt elbeszéltek egymás mellett a felek, tehát több olyan témánál is, legalábbis a híradások szerint Biden mondjuk hosszasan beszélt arról, hogy a kínaiak próbálják a befolyásokat latba vetni Iránnál, vagy az oroszoknál, nyilvánvalóan a közel-kelet, illetve az ukrajnai konfliktus esetében, de arról nem szól a fáma, hogy Xi Jinping erre mit válaszolt. Tehát, hogy hallgatott, ez volt a válasz. Tajvan esetében pedig hát két különböző álláspont van. Nyilván van, az egyik az, hogy a kínaiak azt mondják, hogy újraegyesítés. Most sem például hangsúlyozták azt, hogy ez békés úton történik. Viszont Biden felhívta a figyelmet arra, hogy a kínaiak, amit a Vörös Kína ismeri el a 2024 januári tajvani választások eredményét, ami nem biztos, hogy a kínaiaknak kedvező lesz, tehát olyan a két párt közül az kerülhet ki, amelyik a függetlenség mellett van, és ugyanakkor a tajvaniak egy nyilatkozatot bocsátottak ki, amiben hangsúlyozták az amerikai-tajvani katonai és biztonságpolitikai együttműködés fontosságát, és hát nem szabad elfejteni azt, hogy az amerikaiak elkötelezettek a Kína, illetve Tajvan védelmében, szerződés is van, és Tajvannak a legnagyobb fegyverszállítói, tehát nem valószínű, hogy ebbe a kérdésbe előrelépés történt. A kínai vezetés feltetően, legalábbis korábbi megnyilatkozások alapján azt szeretné, hogyha 2049-re, tehát a kínai népköztársaság megalakításának 100. évfordulás sikerülne rendezni.
nehezni ezt a kérdést egyesíteni, de hát ez egy olyan dolog, amit nagyon nehéz ilyen például megjósolni, ugyanis a kínaiak legalábbis jelenleg nincs csak abban a pozícióban, hogy adott esetben erővel próbálják ezt megvalósítani. Annak ellenére, hogy nagyon nagy mértékben fejlesztik a hadseregüket, illetve a különböző kapacitásaikat, elsőbb itt a mélytengeri, tehát a haditengerészetet, illetve a kiber képességeket, de még mindig azért, mondjuk, hogy a 30-32 kategóriát nézünk, fegyverkategóriát nézünk, az amerikaiak ennek a döntő többségében előnyben vannak, tehát a kínaiak feltetően azért kiválják azt, amikor legalábbis egy jó esélye tudnák fölvenni a harcot az amerikaiakkal, adott esetben, ha egyáltalán erőszakra kerülne a sor. Azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy ennen a megbeszélésen Xi Jinping hangsúlyosan azt mondta, hogy az amerikaiak ne próbálják úgymond megfékezni vagy bekeríteni őket, de ez már megtörtént, hiszen az amerikai védelmi szövetségek, akár a bilaterális, akár multilaterális szövetségek Dél-Koreától kezdve, Japánon, Tajvanon keresztül egészen gyakorlatilag Indiáig húzódnak, hiszen van az az indiai, ausztráliai, illetve ausztrál, Japán Egyesült Államoknak a Quad együttműködése, és hát ott az AUKUS, az ausztrálok, Nagy-Britannia és Egyesült Államok, és hát természetesen többek között az amerikaiak visszamentek a Kamarambéi vietnámi támaszpontra, a Fülöp-szigetek támaszpontjaira, tehát azért be van kerítve ilyen szempontból Kína. Teljesen világos, hogy nyugati értelemben Kína nem egy demokrácia. Nem lehet tüntetni, nincsenek szakszervezetek, az ujgurokkal csúnyán bánik a kínai vezetés, de ennek ellenére az egy udvariatlan gesztus, hogy egy vendéget a háta mögött lediktátorozni, és akkor meg is magyarázza az amerikai elnök. Ez egy elszólás lehetett, vagy egy más fénytörésbe próbálta helyezni a tárgyalásokon, vagy a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elhangzott? Minden ilyen úgynevezett csústálkozóban nem annak nevezték, ez az otthoni közönségnek is szól. Tehát, hogyha Biden szemszögéből nézzük, akkor jövőre köztudottan választások lesznek. A republikánusok kártában azt kérik számon a demokratákon, és ilyen például Bidenen, hogy nem elég kemény Kínával szembe. Emlékezzünk vissza, hogy 2016-ban az egyik, hát nem azt mondom, hogy nyerő kártya a Trump kezében, az volt, hogy sokkal keményebb fellépést ígért a kínaiakkal szembe. Most Nikki Haley, Ron DeSantis már is bírálta a Bident, hogy ezzel gyakorlatilag a kínaiak kezére játszik, hogy egy 4 órás találkozót tartott a kínai elnökkel. Hozzá kell tenni azt, hogy gyakorlatilag ez egy másik csúcstálkozónak a melléktalálkozója, hiszen a csendes-óceáni, ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködési megállapodás, vagy mondjuk csúcstálkozó, és annak a farvizén van ez a találkozó. Tehát a Bidennek úgymond meg kell erősíteni a belpolitikai hátterét, és még ehhez hozzátenném azt, hogy a legutóbbi felmérések szerint az amerikaiaknak a 82%-ak nagyon negatív, vagy erősen negatív a véleménye Kínával szembe, és ők azért választani fognak. Tanár úr, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.